Nos. Jó, hogy vagyod, Feri. Köszönöm. Ups. Na, folytassuk. Ezeket a szenteket magammal viszem. Új, csaj is van most már velünk. Csiha. Csiha. Hello. Hello. Mi újság? Mi újság? Hello. Meg te milyen vibó vagy, már az első percben nézegeted a nőket. Bizony, bizony. Hát ezt tudom, akkor nem is jövök, hogyha tudom, hogy nők is lesznek. Basz. Ja. Ez tiszta buzis. Mi? Az. Ja, mi? Na, akkor. Onnan fogjuk folytatni. Ahol... Múltkor kifagyott a játék. Ugyanazt fogom most megcsinálni. Remélhetőleg most nem fagy ki. Mindjárt kérdezik. Én múltkor itt voltam ezen, vagy már nem? Nem is emlékszem. Itt voltam. Ezen fogyott ki a játék. Ó, igen, jó, most megvan. Hát nem ma volt ez már, hanem legalább egy hete. Hát múlt hét pénteken volt. Nem érdekel. Na, picsába. Ajaj, ajaj, ne. Oké. Okay. Nem jött össze. Olyan nincsenek tudott a jó fegyvereim. Megnézzük, hogy megvannak-e a társaim, hogyha nem, akkor az elég nagy gyökérség. De meg kell lőni. Minden három tartókét vannak. Add a karnál lesz. Jaj, elfelejtsem majd úgy elnevezni ezt a részt, hogy add a karnál lesz. Így sem fogom felejteni. Emlékeztesselek rá, az a baj, hogy én itt akarom. Azt tudom, melyik rész ez, tehát így ez a probléma. Ja, csak várj, most jutott eszembe, hogy... Leírtam neked Skype-on, már emlékezni fogsz rá. Közben a háttérben bömböl a tévé. Elfelejtettem lealakítani. De egyáltalán nem zavaró. Ja jó, akkor oké, okay, akkor még hangosítok rajta. Kihítjuk a bogarakat. Készül? Nem igazán. Patkányok, egerek? Azoktól igen. Igen. Na hát akkor itt vagyunk. Ezt a részt kell most itt megcsinálni. Nem, meg tudod csinálni. Meg. Biztos? Biztos. Remélem élvezhető lesz azért a videó. De hát mindegy, úgyse nézik meg olyan sokan, hát szar videósok vagyunk mind a ketten. Ez egy referencia volt. Beragadt az autó oda. És tökre jó most... Jobb, elfejtettél lebuzizni. Le van ültetve most az autója, hogy behajtottad a... Ez mi is csinálod? Ja, ez nem is ellenünk van? Most nézem, hogy ez lehet, hogy nem is ellenünk van. Annyira random a viselkedés, hogy szerintem mindenki ellen van. Jaj, ne, valaki leszett a csajt. Gyorsan. Nem szabad megerőszakolni a hulláját, vagy mi. Várjál. Ne szállj már be! Ne szállj már be! Hol van a... Melyik? Itt van. Na, már azért... Valamelyik már megint... A két láng között van nulla életerővel. Átúlélte. Tud ő azért, ha kell, ha baj van ő, hidegháború, meg hagymakoszorú, meg mit tudom én. Hidegháború! De mi a vicces OC, hogy igen? Most, hogy 3 percig melegítettem ezt a kaját, most már nem kívánom, és szerintem én nem eszem meg, hanem már nem majd ki. Ez én nagyon megértem. Rakjál rá még egy kis tejfölt, ami hideg. Nem, elfogyott már a tejföl az ne. Hát kellett neked megmikrózni. Az Isten faszát. Amúgy sok kaját szedtem, nem volt ez jó, tehát túl sok van itt. Na mindegy, majd lesz vele valami, most itt hagyjam, vagy ne hagyjam itt. Hát nem tudom. Nehéz döntéseim vannak. De patkányok, amik nálad lak, mert lehet, hogy rámásznak, vagy valami, nem? Tudod, kéne elaknak patkány. Anyád, ne. Izé volt itt múltkor, nem tudom azt tudod, hogy néz ki a pók 100 lábú. Mindig nincs vége, mi a fasz? De milyen hosszú már ez a Roll Stronghold, bakker? Na, ez itt baj lesz. Igaz? Mi a faszél? Ez a baj lesz még, úgy érzem. Bum! Gyere már! Ajaj! Ajaj! Menj már innen!
Hagyj már meg! Nem akar meghalni, mi a fasz? Hát ő erős. Na végre meghalt, jó van. Az egyik legalábbis a kettő közül, azt hiszem ketten vannak. Ott van a másik. Ez tök jó, mert pont ott a kinél meg kell lőni. És ő nem lát engem, mert ott van a... Jaj, ne! Ne, bazd meg! Az anyádnak a kurva picsáját, hát már pont az Isten faszát! Még azt az egyet meg kellett volna megölni, bazd meg! Ennek a püdös picsába ezzel a kurva küldetésem, akkor olyan... Majdnem megvolt az, egyetlen egy ember kellett volna még kinyírnom, mert elmentek a faszba, hát ekkora egy hülyeséget, most komolyan... Mindig az utolsó emberem múlik. Hú, ez most nem felbasz, hát... Hát egy ember volt még, mert pont nyomtam volna be a hamburgert, de meghalok, hát a kurva életben már, komolyan, hát nem igaz. Ezt nem cseréljük le, mert ez jó volt a rakétavetősök ellen. Na, oké. Okay. Meg vagyunk. De los Carnales. A de los Carnales, ezt ne feledd. Egy pisztolyjal írtam most őket. Annak egész jó ható távolsága igazából. Szóval ez a legfőbb indok. Egyelőre jók vagyunk, de még várni kell a... Ez nagyon jó, ez pont, hogy kimondom. Egyelőre jók vagyunk, várj! Az lesz, hogy lusta leszek kimenni most kivinni a tárcát, úgyhogy ez itt fog maradni, és idegesíteni fog engem. Ott fog rohadni, és érzed majd a szagát, hogy elkezd erjedni. Jó, bele fog hát száradni a tányérba az egész. Nem lesz ennek baja. Ehetetlen lesz a végére. Nem tudom, miért nagyon kibasztam én magam. Mazoista vagy. Hába. Megvárom, még egy kicsit kiül, és aztán visszateszem a hűtőbe, aztán később megeszem. Ne vessék ki. Most meg arra kell várni, hogy kihűljön. Eddig nagyon jól ki tudott hűlni. Hát így csak azt tudta csinálni. Hát tudod, mert kurva meleg van. Jaj, elfelejtettem bezárni az ablakot. Ami meleg is van, az is nagyon kell. Meg kéne zárnom az ablakot valamikor. Mostanában. Hát vagy nem, még nem most szerintem. Hát valamikor mostanában kellene, azért nem ártene. Ja, úgy értem, hogy nem is most, nem most küldetés közben még. Ja, hát ez megnyomom most tartat, nem probléma. De akkor nem lesz reális, hogyha te meg tudod állítani. Mert reális, hogy meghaltam, aztán visszajöttem, és még én ugyanazt megcsinálom? Igen. Ja, jó, oké. Na, még ezt a kettőt kéne kinyírni, bakker, nem igaz? Ezt a kettőt, és akkor meg is vagyunk. Ajjaj. Nem jó az így. Az nagyon fájni fog. Ó, nem fáj. Hány lövés kell ennek? Ajj, pont most kell újra tölteni, bakker. Ajjaj, mindjárt lejár az idejük a társaimnak. Legalább kettőt... Persze, hogy pont az marad ki, amelyik ott leghátul. Hát most na, hát ő akart ott lenni, hát. Nem én mondtam neki, hogy maradjon ott a hülyéje. Na, most a kocsiját akarja azt a csaj, azt a nem is tudom, csaj vagy csaj valamit. Hát, itt a tökinél meg tudom lőni. Tökinél, lehet, hogy csaj, de azért meglövödött. Na most már meg lesz. Hát ezt az egyet kellett volna még kinyírni, és meg lett volna. Hát hihetetlen, nem beszélök. De minden küldetés így végződik, hogy az utolsó pillanatban elromlik valami, és akkor majd úgy kell csinálni. Ez erre az ablakot. Én úgy hallottam, hogy inkább bebasztat az ablakot. Nos, akkor ezzel meg is volnánk. És
Jó, most járunk ott, ahol jártunk volna. Na mi van már? Ez. Ez csak... Jó. Csak ott volt egy egyes a Skype-on, nem tudtam mi ez. Ja, csak beírtam, hogy ez mi legyen az epizód címe. Ja. Oké. Okay. Sokat fog érni, hogy utána írásban még mondjuk 5 sort, aztán már nem fog látszani az új Skype-ja. Egyik rész címe, ez király. Most mi? Nem, azt mondta, nem tudod még hanyadik lesz, úgyhogy így írtam. Hát de nem is fog, nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy nem fogom majd tudni, amikor oda érek, hogy el kéne nevezni. Ó. Hát de most már emlékezni fogsz rá, talán ebből. Én a csajt akarom elvinni. Ez az, haha. Mr. Loser. Így köszönöd meg neki? Igen, dököljön meg. Na, itt van még egy stronghold, ezt is elfoglaljuk szerintem. Itt van a közelben. Hát sajnálom, de ez az autó csak 2 személyes, szóval nem tudtuk őt is elvenni. Nem, mintha a hátuljára nem fért volna fel. Jaj, hát na, most ez van. Mit lehet csinálni az autóval? Ez tök, hogy ti benne ültök közben. Tök, hogy így forog. Nem is tudnék, hogy akarsz csak forogni egy kicsit. Nem tudom, semmi érdekes nincs. Hagyjuk a picsába. Azért nem fog pénzt pazarolni. ez nekem ingyen kéne maximum, ja. Az ilyenek. Majd tehát esetleg sok pénzem lesz, és biztos, hogy nem fog kelleni semmire, akkor majd a fegyverre, meg ilyesmi. Kéne még egy pár cent. Mondjuk ez itt. Hello? Jössz velünk? De hát miért vagy lilába? Idióta. Kellene nekünk egy pár ember. Na jó, hagyjuk a picsába, elég lesz így. Nincs itt senki, úgyhogy mindegy. Pont elhagytuk azt a környéket. Vagy se nem, mert ez még mindig a Saints-ról, vagy se a First Saints-nek a területe, szóval nem tudom. Miért nem működött? Az a The Lost Card-nál lesznek a... Fog ez menni így is. Na nézzük. Úgyhogy csinálnak sokat a társai. Ah, dehogy nem, hát azért viszonylag hasznosak voltak szerintem a múltkor. Nagyjából. Nagyjából hasznosak voltak. Nem, el végül is tördi ilyen golyószívásnak jók voltak. Jó, mondjuk arra igaz, arra mondjuk jó, hogyha vannak. Emlékszem, hogy ezt láttam egyszer valaki ezt küldetést csinálni, és rettentő sokáig tartott neki. Ó. Jó napunk lesz ma. The Lost Canal lesz. The Lost Canal. Igen, rakétavetővel lövöldöznek. Ez kellemes lesz, úgy érzem. Tehát főleg, hogy nulla. Ezért. Sniper. Nulla. Nulla a sniper. Nulla darab sniper golyón van. Ajaj, és mindennel lőnek. Ugye a HP-d is nulla lesz. Például onnan. Így nem tudok lőni, bazd meg ilyen gyorsan? Próbálj életbe. De nem igaz, miért nem találja el? Hát nehogy már. Az miért nem volt jó? Ez hülyeség. Az egy fasság. Annak mind a... Az ott... Csomó... Ezért nekem kellett volna találnia. Az ott vagy nagyon mellé lőttem, hát mint ahol céloztál. Nem tudom azt, hogy sikerült. Nem tudom én sem, pont oda céloztam, ahol kell, erre meg. És elment nagyon messzire, minden. Csak sikerül meg ez de szar, hallod? Ez így nem lesz jó. Jól leszettem az elsőt. Az elsőt a 40-ből. Jaj, ez így probléma. És még majdnem van lőszerem. De már csak a shotgunban van, és tudod mit jelent a shotgun, az ugye távoli. Az távolra nem igazán működik. És pont abból van a legtöbb. De jó nekem, az meg... Hát ez így fantasztikus lesz.
Nagyon jó lesz így. Már itt van valami fegyver. Mi ez? Hát... Okay, hát ez így nem valami. Szuper. Hát ez kurva jó lesz ez így. Ez valami borzalmas. Harvat kurva életbe. Állj, meg fog halni a csaj. Hol van? Hol vagy? Hol vagy, bazd meg? Hol vagy? Kiesett a házból vagy. Nem, itt van valahol. Nem láttam. És oda sehol? Á, ott volt bent ez a sarokban. Bicsám. Hát ott bazd meg. Hát ez is szar. Elment oda meghalni. Hogy a... Pász meg! Na. Jó kis küldetéshez tesz. Atta, és még jönnek is rám pluszba, az még a legjobb benne. Senkinek nincs olyan fegyvere, mint nekem, tehát szerintem váltanom kellene valószínűleg. Hogy tudjak valamit, valami lőszert szerezni. Ebben van egy kevéske. Mindig mindenkinek másfajta fegyvere van, ez annyira felbasz. Soha se tudok nagy adag lőszert szerezni, hogy Vice City-ből mostanra már lenne egy 40 ezer izé golyó az Uzi-ban vagy valami. Hát ez kurva jó lesz így. Miért kell egy tár beléjük? Messze van. Aj, bazd meg! Hát ilyen nincs, ez az dupla. Na, aj, de jó, hát az Isten faszát, komolyan! Ez egy nagyon nagy szar lesz, ez így, ez kurvára szar, bazd meg! Picsába, pakker, semmi lófasz fegyverem nincs, ami jó lenne ellenük. Azt fogom csinálni Maxet, hogy shotgunnal megyek rájuk. És közelieket azzal nyírom ki. Legalább annyi. Gyűjtsek egy kis lőszert. Arra legalább jó a shotgun. Na nézzük akkor, hogy... Picsába! Nem, oké. Okay. Megmanus. Az van nálam, nem? Ja, azt akarja, hogy azt akarta lecseréltet. Hát... Nincs is benne lőszer mondjuk, úgyhogy mindegy. Ja, azt el lehet nyomni. Na, most meghagytam egy kis lőszert ebben abban. Nem lesz valami rettentő sok. De majd a társad segít. Aha. Simán. Na ott van, na segít. A földön. De belőtt kettőt arrafele. Azt kéne kideríteni, hogy melyiket lenne a... Ezt kellene először kinyírni. Oké. Okay. Ott is van nekem. Ott fent is van egy. Innen kellene szisztematikusan kiírteni őket. Ajj, bazd meg! Meglepi. Arra nem lehetett felé készülni. Hát, most ezt mit tudtam volna csinálni? Még annyit sem tudtam mondani, hogy au. Már felrobbantam. Mi? Kicsoda? Hol? Mit? Ki? Miért? Nem figyeltem, hogy honnan, de valahonnan téged basztattak. Kurva anyjukat komolyan. Na, hol vagy te kicsit? De ki? Aj, ott onnan lentről lő valaki, vagy nem is tudom. Aj, te gölhetsz. Már meg... Ki? Honnan lőnek? Azt mondd már meg! Elmentek a picsába, szerintem onnan lő a másik oldalról. Na jó, akkor először ezeket írtjuk ki. Ez így nem lesz jó. De, látod, ő milyen használó? Ő már leszedett egyet. Ja, tényleg leszedett egyet. Azt gúnyolódni akartam, de tényleg leszedett egyet. Gúnyolódni te, szemét. Már többet ér, mint Lance valaha is fog.
Ja, és ez csak egy random ember, ez nagyon nem jó. Ez csak egy nő! Tehát az a baj, hogy ez sehogy nem lehet, ez sehonnan nem jó ezt megcsinálni, ezt a küldetést. Még először ezt kellene szerintem itt, aki az előbb basztatott, hogyha megtalálom. Vagy, ja, azt már le is szedte az a csaj. Ah, jó, akkor most már tudok idejönni. Óvatosan, óvatosan. Tudsz idejönni, kinézni, hogy azonnal megöljenek. Aj, de nem, mert azt akartam, hogy lőjön egyet, aztán utána gyorsan állok, de így is visszavetődtem, sajnos. Hú, jól leszettem. Akkor az már onnan nem tud engem itt keresztbe lelőni, bár lehet, hogy ez valaki más volt. Na nézzük. Hát nem könnyű ez. Ott van valaki? Nem, onnan már nem lőnek. Tehát akkor ide ki tudok most jönni. Elvileg. Leszedni azt a tagot. Meg azt. Még hogyha lehet is normálisan célozni. És akkor ott is van egy tag. Ajjajjaj, ennek a két evetője. Oké, leszedtük. Annak csak fegyvere van. Jó, kész. Vagy nem. Sokat bírt. Szar volt ez. Ja, és még mindig nincs vége. Ó, van még egy szint. Jaj, tényleg. Hát de, ez de király. Na most mi a fasz lesz ebből? Imádom ezt a küldetést. Jó, most már használtam legalább a shotgun. Ide fel fogjuk jönni. Segíts! Hát, itt is jön. Őt kell leszedni. Köszönj meg rá! Kész. Kíváncsi, hogyha akkor meghalsz, amikor megcsináltad az utolsó feladatot, és még ezelőtt a képernyőt, hogyha akkor meghalsz, akkor vagy mi történik? Vagy, akkor tudsz, hogy rá kell kezdeni az egész. Vagy nem tudsz elég gyorsan meghalni, mert hogy mondjuk egy ideig eltart, amíg kiírja, hogy mit tudom, hogy smoke-t, meg eltűnik a kép, meg ilyesmi, nem tudom, mindegy. Jó, inkább ne teszteljük, jó az így. Na, hát tökre jó csapat voltunk, mint Bonnie és Clyde, nem? Hát, vagy mint Bozont és Patricia. Menjünk. Én nem tudom. Patricia, menjünk. Gyere, Patricia, menjünk. Miért az? Nem tudom, ez az első név, ami most így eszembe jutott, hogy ránéztem. Hát, hogy úgy hívják. Patricia. Na nézzük, hát hol az autó, már nem emlékszem, hogy hol van ennek, illetve bejártam, mert 40 éve nem jártam itt, ugye akkor volt az, hogy bejöttünk ide erre a helyre. Ah, ott van. Hát tudok is itt menteni egyet. Ja, tényleg ebben a játékban vannak autók is, amikkel lehet menni. Már Ugye? Meg van Bozont is. Na, 48%. Igen, és tegnap még olyan 11 óra körül hőségesen megcsináltam azt a küldetést, amit ugye azt a szart, amit meg kell csinálni. Tehát, hogy ezt ne kelljen majd videóban még egyszer, ugye mert nem mentettem azután. Tehát az üldözéses. Jaj, pedig azt úgy megnéztem volna még egyszer. Az üldözés elsőre meg volt egyébként, csak kétszer meghaltunk a házban, mert egyszer az a nyomorék ugye kiütötték őt, és akkor gondoltam, kipróbálom mi van, hogyha csak bemegyek a markerbe, de akkor mission failed, mert ő lent volt a földön. Aztán meg másodjára meg állandóan mindig kiütötték őt, és így szaladgálnom kellett fel alá, vagy négyszer, mire aztán végül én is meghaltam, szóval. Szóval az üldözés meg elsőre ment, tehát és a házban volt, hogy csak problémáim, nem pedig az üldözés közben. Na, milyen jó csapatod van most. Ja. Na, menjünk akkor. Nem is tudom, mit kell csinálni. Hát a The Lost Carnales Mission. Van még Stronghold? Nem is látok több Strongholdat. Hát akkor vegyünk küldetést csinálni.
úgy látszik. Megnézzük, mi a kövi. Kövi rész. Itt van 10 küldetésed, amit csinálsz. Hamar el fog fogyni. Ja. Hát erről része még elég lesz, az biztos. Nem érném, hogy 35 percet meg tudnék csinálni 10 küldetést. Ugyan miért gondolod ezt? Ha csak nem ilyen nagyon rövidek, hogy menjél a boltba teljért, vagy nem tudom. Na itt a bolt, ide le kell menni. Te járt rendszer. Nos. De most nézd már meg, mennyire retardált ez a város. Tehát akkor figyelj. Itt van ez az utca. És akkor itt nekem be kellett volna kanyarodnom balra, és akkor gyorsan oda jutnék. De hogyha elvétem ezt az egészet, tehát hogy elfelejtük, hogy bekanyarodni, vagy nem tudom, amit elcseszek, akkor most végig kell mennem itt ezen az egészen. És utána tudok csak itt balra bekanyarodni. Ez vagy 1 kilométer. Figyeld. És akkor gondolná az ember, hogy hát, hogy tátok vágni, mert az úgy néz ki, mintha ide baszta ki kurva nagy autópályát, vagy felüljárót. Tehát nem lehet. És gyakorlatilag próbálod ugye megtalálni az utat ahhoz, hogy átjuss, és még csak vissza se jutsz ahhoz az úthoz, amerre kellett volna menned, hanem konkrétan talán itt ki tudsz jönni, és akkor még messzebb vagy ismételten, és akkor most megint be kellene kanyarodnod balra, hogy arra elmenj, de akkor ennyi erővel már kanyarodhatsz jobbra is, mert itt vagy ugye közel, de ugye... Na. Nagyon jó pálya ez. Jól össze van rakva. Menj már! Mi a helyzet? Hapsikám! Az hézak, te buta! Ja, mi a hézak? Majd nem emlékszem, ezer éve nem láttam. Hapsit. Vagy én sose szerettem azt. Mi a hézak, hapsikám? Nyii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 
Igen, azért nem mondtam. Nem sikám. Ez egy fegyver volt? Nem látszik a kurva ikontól, mi ez? De menj már onnan a kurva... Ja, a likőr. Jó, nem kell. Van mindenem nagyjából. Los Carnales küldetést kezd. Hey man, we don't got time. One of Troy's crew saw Angelo driving to the airport. We gotta stop his ass before he can skip town and rebuild. Két személyes autó. Az embereimet itt hagyjuk. Hát menjünk akkor. Hát ez fasza. És persze rossz irányba nézünk. Kapásba forduljál meg, bazd meg. De most forduljál meg. Mert amúgy időre megy cseznek. Na hajra. Na, a repülőtérre kell kimenni, ez lesz akkor az utolsó, de Los Carnales misszió talán. Majd meglátjuk. És akkor ezzel a The Los Carnalesnek vége is lehet talán. Szegények, végük van. Így van. Amiért alacsonyabb autót nem tudtál volna hozni? Te nyomorék. Mi volt ez tegnap? Miért haltál meg ennyire sokszor ott abba a kurva házba? De könyvelj meg. Hát figyelj, nem én vállaltam el a küldetést, tehát hogyha én halok meg, akkor ez nem probléma. Nem probléma, az anyád picsel, nem probléma. Állandóan járkálom kellett fel alá, hogy feltámasztalak, te hülye hulladék. Hát hogyha esetleg vigyáztál volna rám, akkor nem haltam volna meg állandóan. Vigyáztam volna rád, de csak próbáltam beszaladni a kurva triggerbe olyan gyorsan, amilyen gyorsan lehet. Na állj már meg egy pillanatra, örüljél, hogy legalább segítek hogy abban, hogy csináld meg a rohadt küldetéseket. Veled megyek és lövöldözök, de te még elkezdesz már. Egyedül jobban jártam volna, mert akkor nem kellene vigyáznom a rohadt fek a seggedre. És ezért kellett keresnem két szentet, a kurva nénikedet, kellett keresnem két szentet, hogy őket írtsák helyetted, és akkor végre be tudtam menni arra a rohadt triggerre, hogy dögölj meg. Azon már túl van. Hey.
Kussoljál, jó? Én nehogy már neked álljon fejjebb, te hülye. Neked álljon fejjebb. Hey man, you're a better shot. De jó, megálltatok is belédolva. Itt megállunk a semmi közepén, és akkor jó, itt jó lesz, mostantól én vezetek. Fel kell baszni a repcsit, azt mondta. Meg kell dugni. Luz, Anita, where are you? Chacho, Luz, mira, I apologized, okay? Well, get your ass to the airport. What do you mean, why? Have you seen the house? We gotta get out of town. It doesn't matter. Just pack some things and let's go. For God's sakes, just leave them. I don't give a fuck. They're shoes. Good, 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 good. I'll be waiting for you. Bye-bye. Get the plane ready. She'll be here soon. Ezek a hangok, soha nincs ilyen hangja az autónak, amikor vezetem, de ilyen átvezetőkben mindig... Ja, fasz, bekerült az egered a videóba, ez mikor volt? Mikor került oda? Azt csak te látod. Zavar? Na jó. Na, annyira nem. Jó, akkor ott megijedtem, hogy az egész videóban ott leszünk, akkor szomorúak leszünk. Mozgatom ne, is. Ne, mozgassad a kurva egered! Mit onnan? Mit már? Ide teszem ide a térképre, így. Én ne tudod, hogy hova vagyok. Közepén vagy. Ugye csak azt mondtad, hogy merre néz. Ott ezt csak látom, merre alatt. Ráteszem a sajátomat meg is. Megérszek. Nem basszol ki veled. Hagyj, de idegesítem. Ajaj, ajaj, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Ez így baj lesz. És az a legszarabb, hogy oda kell mindig vezetni. Hogyha nem kéne oda vezetni, annyival sokkal jobb lenne, érted? Lehetne onnan hát, folytatni, mi a ahol... Munka, hogyha nem vezetsz oda. Ezeknek rakétavetőik vannak, és azokat le kell szedni. Nem két ellen szokták kívni azt, hogy szanceled? Le... Hey man, we don't got time. One of Troy's crew saw Angel... és akkor most... Még mégis kell fordulni, tudod? Az Isten faszja! Vidd már honnan az egeredet! Zavar! Nagyon! Mindig azt mondod, az enyém az, és el akarom vinni, és... Az a jó! Az a jó! Hagyd, hogy áramoljon a méreg benned! Egy méreg! Két jó. Méregsz, Jó! Jajj, most már szerintem kiült az a tár. Hadd folyjon a méreg benned. Legyél még mindig meleg az alja, akkor nem. Idegesít már itt a kaján, itt van. Hadd, hogy áramoljon át benned. A düh, a harag. Térj át a sötét oldalra, Feri. Már igazam vagyok. Nincs értelme a jó oldalon lenni. Igen. Igen. Hát akkor meghalsz! A véreddel fogsz fizetni! Mikor lesz már vége ennek a küldetésnek? Csak most kezdted el. Unatkozom. Már unatkozom már a küldetésem, mert tudom, hogy szar lesz, és meg fog halni, hogy 40-szer, és ezt a vezetést fogom csinálni, vagy 40 milliószor, és meg kifogja, majd kapok egy olyan achievementet, hogy gratulálunk, 4000 mérföldet vezettél a játékban. Csak azért, mert állna újra kell kezdeni ezt a szart. Hirtelen! Bup! Milyen jó fej. Miért nem lehetett ide tenni egy checkpointot? Mit? Egy checkpointot kellett volna ide tenni, hogy innen folytasd legalább innen, és akkor igen, nem igen, a legelején. Igen, sokkal jobb lenne, mert így kell vezetni, vagy egy vagy két percet, mert ide jutok, tehát... Nem gondolták el elég jól, sajnos úgy érzem. Itt már legalább történik valami. Hát most honnan tudjam, hogy hol lesznek majd RPG-sek? Ez a nehéz. Ez nem tetszik ez a küldetés, mert... Rakétavetőjük van, és szétbassza az autómat. Legalább neked is van, és azzal is szét tudod baszni a saját autódat, ha rosszul csinál. Akár. Ajaj. Ezek még nem azok. Hol vannak a rakétavetők? Ott van.
Az meg, de nem tudtam leszedni. Hát még így se. Nem jó az így. Nagyon nem jó. Ajaj. Ajaj. Hol? Hol van? Anyád! Picsában már szétbaszták az autót eléggé. Ne lőjetek többször. Ne lőjetek többször. A rohadt tényleg. Á. De bozd meg, hát de miért megy el kétszer a kurva rakétavetőbe, te idióta, gyökér, faszkalap, leg... Mekkora egy fasz vagy? Mondod, hogy jaj, nézd csak, rakétavető, akkor vigyázzál, és elmegyünk belőttük egy háromszor, bazd meg, hogy biztos, hogy le tudjanak minket lőni. Nyomorék, kurva anyádat már, komolyan. Nem jó, nem tudom egyszerűen eltalálni, nem tudom eltalálni innen. Kész, végünk, ennyi már, fekete füst jön a kocsiból. A kurva életbe, bazd meg! Hogy mikorra egy szar az összes loszkárnál lesz küldetés, bazd meg. Ez eddig a legrosszabb egyébként, amit láttam szerintem. Nem éreztem még ilyen esélytelennek magunkat soha ebben a játékban. És hogy ez egy nyomorék össze-vissza vezetgél fel alá, ez a legidegesítőbb, érted? Akkor vezessek már én, mert én tudom biztos, merre kell menni, mert ez a nyomorék nem. De ez átmegy házkötőkkel, mindenhova ugrat, csak hogy nem mutass a játék, hogy ő tud ilyet is, de hát mi a fasznak. Jaj, nézd csak ott a rakétavető. Várj, elvezetek mellette 40-szer, hogy biztos, hogy eltaláljon. Látod, hogy jó a rakétavető? Igen, látom. De biztos látod? Nézzük meg közelebb. Hú, én még sosem láttam a rakétavetőt közelebb. Menjünk közelebb. Már milyen bárkájú, hadd nézzem már. Gyökérjetszik. Kurva anyját. Ah, igaz, a kurva kiárat. Picsába. Ez annyira rossz. Várjál, ez is sérülésnek számít, nem? Ez így megmarad. Lehetséges így, egyébként, igen. Jaj. Remélem nem ezen fog múlni a vége, hogy majd egy találat hiányzik és emiatt lesz meg. Folyton elnézem a tálamnak az alját, hogy mennyire meleg, mikor tettem be a hűtőbe. Ne úgy tegyem be, hogy még meleg. De jó, mert majd később is eltek. Lehet, hogy még akkor is rögzíteni fogunk, amikor máshogy, amikor megeszem ennek a maradékát, és akkor az egész égjátszás alatt teszek. Hát alig ettél belőle, tehát lehet, hogy mire kihűl, addigra megint megérzel, és megint viheted a mikróba. Na, elég, nagyon sok volt egyébként, túl sokat szedtem azt, csak már egy maradékot kiszedtem aztán, hogy... Egy ilyen fél adagnyi azért maradt, ezt majd megeszem később. És fantasztikus lesz. Érjél már oda, kanyarom, annyira rossz ezt nézni mindig, hogy itt a kemezet, milyen faszért nem lehet oda tenni valamit. Már csak lenne már egy Xbox 360 emulátor azon játszani, és csak megnyomni egy gombot, save state, betöltem. Annyira jó lenne. Vagy vissza lehetne tekerni például, vagy ilyesmi. És nem is nevezhetünk csalásnak, meg semmi könnyítésnek egyszer, csak időspórolásnak. Így kellene logikusan megcsinálni. Tehát nem fogsz belehalni abba, hogyha ide vezetsz, úgyhogy ennyivel miért ne ugorhatnánk át? Így van. Ide lehetne tenni egyet, és akkor innen mész mindig. Hát ez nem lesz, ez így jó. Ez nagyon nem lesz. Ah. Hallod, ismerk itt rakétavetéseket, nézzük már meg őket közönök. Hú, hallottad, itt lesz a repülőtéren az új rakétavető show, nézzük meg, hogy mik vannak náluk. De lőnek ránk, nem baj, azt nézzük már. Ott van az első. Leszedtem az első. De jól korál lesz ide belé. Inkább csak a rakétavetősökre fog most figyelni. Jó, most megpróbálok. Ott van az egyik. Ott a másik. Ja nem, rosszat lőttem, mert a felsőnél van. Felsőnél van. Lelőttem. Egyelőre most jó. Az jó, akkor legközelebb menjünk mellette akkor. Tehát akkor most elmegyünk 40-szer mellette, nem fog már ártani. Tehát ezek az autók, igen. Ah, mindig van egy valahol, de nem látom, hogy hol. De hogy miért? A kurva anyádért kell forgolódni, mi a faszoma? Hova mész, te idióta? Most őszintén. Mind már, hogy tekergeti a kormány. Ez nem baja van neki. Rakéta. Fel fogtok akadni egy fánnal megint. Az Isten faszát. Nézd, ott a rakéta, mert megtaláltam, a másikot lelőtted, de ez még megvan. Aztán nem nyírtam ki, nagyszerű. Hát ilyen nincs. Ki? Hol? Ott van még egy, tehát...
már nem igaz! Ez egy szar! Ez nagyon rossz eddig. A kurva élve most... Haj, az meg van majd... Három rakéta vettő a végén, ugye egy az elején a legelső, plusz még van három. Egy van a konténer tetején, egy van a... azéknél, a tartályoknál, meg egy... nem tudom, hol van a harmadik. Ja, ott van annak az épületnek a tetején. Azt a büdös kurveget, ez mekkora egy hulladék. Akkor menjünk oda megint. Hát mire megcsinálom, addig csak kiülök a jel. Kérdik már ezt előre, mert már szétbasztam a kocsit. Egy küldetés lesz benne végig. Na, menten is kéne egyet. Menjünk már... nem tudunk másik kocsival, vagy valami? Na jó, figyelj csak. Hogy kiszállok. Kiszállok, oké. Oké, ezzel a autóval kell menni, zsír, akkor fogjuk és... szétbasszuk a picsába, hogy ne kelljen vele menni. Tessék. Nyitán nem robban fel. Ez nagyon jó volt. Ezt gondolom róla, te szar. Hát tényleg ki fog hűlni egyébként, de ezt meg lesz. Miért nem köszönjük a kurva repülőtérről? Az azt mondom, hogyha ez így folytatik, akkor valószínűleg még a második ajánlásom alatt is ezt fogjuk csinálni. Ez annyira szar, hogy mindig oda kell vezetni, és nincs valami azért, nem is, de muszáj az autót hozni, tehát még csak vonattal sem mehetnék, ugye? Még ha lenne is vonat arra, akkor sem mehetnék vonattal, mert ez a kurva autó kell mindenképpen. Pontosan ez az autó kell neki, ez a könnyen sebezhető szar. Ebből jobban kilát, hogy megnézem, milyen rakétavetők van. Akkor mehetnénk helikopterre, és akkor nagyon jó lenne látni, közel megyünk egy lövés, és jaj, nem tudom már irányítani. Várjál, tudod így forog a helikopter, mert lelőttek minket, tudod így forgunk így össze-vissza, és meg így forog a helikopter, hogy mindig tökre jól lássa azért a rakétavetőt. Jelvesz egy kamerát, és úgy filmezi, hogy ő is forog a helikopterrel ellentétes irányba, hogy folyamatosan látom. Igen. Úgy nézi, hogy micsoda rakétavető, ezért megéri meghalni. Jaj, de rossz. Direkt kiúrik a helikopterből, hogy legalább megérinthesse a rakétát, ami felé repül, vagy valami. Ez boldogan halok meg. Igen, már azzal fogsz szarkozni, hogy nézed, hogy hány másodperc marad még, mire idejesz, és így fog speedrunolni, hogy a lehető leggyorsabb legyen. Leszarom. Most 57 volt, azt hiszem, vagy 58. Be kell menned majd 50 alá a végén. Legalább kiírná egyébként az autónak is a sérülését, az se lenne nagyon rossz szerintem. Egy jó indikáció lenne arra, hogy hogyan csinálok. Ez olyan jó, az ugye? Most jutott eszembe. Időben volt, az Unreal Tournamentben volt még, amikor magyar szinkron játszottam, abban mondták ezt, hogy jól csinálod. De akkor még gyerekként ez nem tűnt ilyen nagyon hülye megfogalmazásnak. Aztán rájöttem, hogy ez miből lett lefordítva. Jól csinálod. Hát ez nem hangzik rosszul. Biztos, ez volt? Ez volt, de nekem olyan furá hangzott. Nem tudom, hanem furának tűnik ezt, hogy jól csinálod. Eddig nem rossz ez. Hol van? Nem látom egyszer, nem tudom, hogy hol van. Hol van? Azon a háztetőn lenne, vagy hol? Én ezt... azt hiszem, igen. Lehet, hogy az akkor. Azt hiszem, meghalt. Ez igen, eléggé furán vezet itt. Itt van az utolsó elvileg. Oké, ő is meghalt. Elvileg most nincs több. Rajtam kívül. Lehet, hogy így nem olyan vészes már a dolog.
Igen, csak előre tudni kell ugye az összesnek a helyzetét, anélkül nem fog tudni megcsinálni. Menj innen, menj innen! Menjetek innen! Menj, nem csináld már ezt! Oké. Okay. És rábaszódott a kocsira. Ó, oh, faux pass, fashion faux. Fashion fupa, fupa. Fupa. Fashion fupa, non je. Jók vagyunk. És akkor most már megmondod, hol van Scooby. Oh my god! What are you doing here? I was supposed to leave with Angelo. So what's in here? Guns? Money? Some uncut shit? Shoes? Actually, they're this season's new. Bullshit, that's last year's fall collection. That's not true. Just let it go, man. No reason to piss off Manuel. Let's get going. So, what am I supposed to do now? I don't fucking care. I have no place to go. See, answer A. But you can't just leave me here. Bitch, you're trying my patience. Can you at least tell me where Manuel is? Próbálod a türelmet. I changed my mind. Shoot her. Ez jó jelenet volt, ez tetszik. Take Angelo's ride. I'll drive this back to your crib. You know what? Me? I think Julius was right about you. Me? Állj meg egy pillanatra, állj meg, most lenne egy nagyon fontos kérdésem. Igen. Tehát azt mondta, hogy jól van, visszaviszem ezt az autót a kribetbe, ugye a kecódba. Az azt jelenti, hogy... egyszerű. Most vezethetek a repülőtér közepéről vissza. Mert ő nem bírt volna elvinni engem, hogy tekeljen meg a kurva anyja. Na és akkor már csak az West, az, mert azt hittem, hogy East Side Rollers, right, vagy West Side Rollers. Az West Side Rollers van hátra. A három banda közül. Illetve még ugye mellékküldetések, amiket majd kell csinálnom, hogy föl tudjam venni-e. Jaj, ez eltűnt egyébként. Hogy hívták azt a tagot? Hogy hívták azt a tagot? Melyikre gondolod? Ja, Ellen. Ah. Ellen, tudod. Az Ellen. Tudod melyik? Aha. Aki nagyon szomorú volt, hogy nem mentem ért. Szerintem öngyi lett azóta. Nem akar újra elérni, hogy ott legyen végig. Nekem hiányzik. Nem hiszem, hogy akarok akár csak egy darab Hitman küldetést is csinálni. Bármikor az elkövetkezendő 40 évben. Nehéz eltéveszteni nehéz. Igen, olyat kell inkább keresni, amit nem nehéz eltéveszteni. Vagyis amit nehéz. Vagy na, amit nem nehéz el... Vagy mi? Várja! Nem nehéz. Várj, hogy kéne ezt a mondatot összerakni? Nem nehéz eltéveszteni. De egy, mind a kettő ugyanazt jelenti. Nehéz eltéveszteni, meg... Ja nem, várja, nem nehéz eltéveszteni. De az olyan furcsa hangzik, hogy nem nehéz eltéveszteni. Azt hiszem, hogy azt mondom vele, hogy könnyű megtalálni a picsába. Várjál. Nehéz eltéveszteni? Ja, várj, tényleg nem nehéz eltéveszteni, ez azt jelenti, hogy igazából nagy eséllyel eltéveszted. Igen, de olyan nem úgy hangzik. Mi a fasz? Igen, úgy hiszem, hogy azt mondod, hogy nem nehéz eltéveszteni, hogyha ez egy tök könnyű dolog. Igen, ezt most úgy megtalál. Igen, ezt most úgy összezavart, mert lehet, hogy van egy nagyon hasonló kifejezés, de mi az a nagyon hasonló kifejezés, hogy nem nehéz eltéveszteni. Vagy... De hogyha azt mondod, hogy nem könnyű eltéveszteni, az meg úgy hangzik, mint hogyha miért ekkora egy szar a magyar nyelv a kurva életben? Inkább meg se szólalok, hagyjuk a picsába. Ja, most láttam, kinevítsük magunkat kézzel. Így van, nézzétek a játékot, mert mi nem tudunk beszélni magyarul, mert pedig nem nehéz megtanulni. Furcsa ez a nyelv. Ja, már ez így nem működik. Nem nehéz eltéveszteni a magyar nyelvet. A magyar nyelvet. Na ezzel mit mondtam? Most jöjjön rá, gyere rá, hogy mit mondtam. Azzal, hogy nem nehéz eltéveszteni a magyar nyelvet. Annyira rossz ez. Nem nehéz, ez most annyira zavar, mert ez úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy
Nem hiszem el, hogy van ilyen a magyar nyelven. Miért? A kurva életben. Egy illogikátlannak hangzik. Az is hangzik, hogy úgy hiszik, hogy nem könnyű elhibázni. Igen. Csak egyből arra gondolsz, hogy hú, ez ami nehéz dolog lehet. Várjál! Nem. Én arra gondolok, hogy ezt... Várjál. Nem könnyű elhibázni, hogy... Nem könnyű tehát, elhibázni, tehát akkor elhibázni, azt jelenti, hogy könnyű szó. Dolog. Ah, igen. Hagyj, fasz kapok a magyar nyelvtől, hagyjuk inkább. Csak belebonyolódok. Mindjárt jövök, most kiviszem a tálcát, mert most már kipudom végre vinni. Oké. Okay. Nem könnyű eltéveszteni. Nehéz eltéveszteni. Nem nehéz eltéveszteni. Ez... Nem hagyjuk. Csak hacsfasz kapok ettől. Jaj, ez a magyar nyelv. Hozzámas. Ezek az én időmben. That's a sweet ride. Ez amikor meg mind oroszul beszéltünk. No one. I did it myself. The spoiler looks like Donnie's work. No way, that underglow screams Ricky Lou. Yeah, I guess it does. What is this, fucking third grade? What do you mean? Forget it, I'll see you tomorrow. Dude, she totally wants you. Assholes. Yeah, this is aki be van épülve. We're not gonna be able to kill these bastards fast enough. Aside from macho bullshit, I haven't heard much. Hát a gád meg a kill egy mondaton belül szerepelt már megint. High performance cars is coming in today. It's not much, I know, so we're gonna make the best of it. Jack the truck carrying the cars before it makes its delivery and take it to Samson. He'll load up the cars with a few surprises, then finish the delivery. Nagyon rossz küldetésnek hangzik. Elmondás alapján ezt nagyon utálni fogod. Úgy látszik, hogy van egy Ford Escort, de ezt most honnan látta volna, amikor még a híd alatt volt erre? Vagy ne kössé ebbe bele. Hogy szétbaszom őket. Na várjál, mert közben szétmegy az én autóm is. Közben magadat is szétbaszod. Álljál meg szépen. Ajaj, nem lesz egy jó. Szállj be! Picsába! Nem jó! Állj meg! Fazva! Felrobbant és már nem kezeli autóként. Hát ment a rajta. Ó, nem megállt. Nem, megint tovább ment. Akkor próbálj meg újra. Taksi! Jó, hány az te vagy, ezt nem neked kell mondani. Ez egy ilyen fordított verziót, hogy a taxi ott ráülött a gyalogosok, hogy taksi! Gyalogos! Nem akartok elmenni valahova? Gyalogos! Gyalogos, így megállok. Így. Na most már jó lesz minden. Hát ha csak nem jönnek még. Az nem szállal, hogy megsülni egy autó, amit itt szállítasz, és azt gyulladtak és robbanak. Az Isten faszát, nem igaz. Ennyire kell messzire menni. A faszamat már, komoly, most ez vicc? Nem akarunk el Vice City-be elmenni már? Ennyi erővel? Jó, Cégy, kb. Hogy ötször meg kell majd állni oda. Hát megpróbálom majd kocsiból kilőni, de ez ugye elég észre, vagy kamionból kilőni, de ez ugye elég fos lesz, nem is tudok. Hát nem igaz. Nem van.
meg kéne szorítani őket, azt talán jó lenne, nem? Nem tudom. Arra gondolják, hogy ez sokat sebez ez a jármű így egyben. Jó, szerintem egyet meghagyok, mert úgy néz ki, hogy mindig egy van. Ó, hát... akkor jó, akkor. Hát... Hát, ha kihúzom odáig. Ó, bazd meg. Fárabban. Hát nem sikerült. Remélem, hogy trapabíró azért ez a kamion. Nem ártana. Egyelőre bírja. Kicsit gyűrödött ennek a kocsinak a teteje. Rongyos. Kicsit a teteje rongyosodott. Van, azok a kocsik elnyelik a sebzést. Amin itt vannak. Ja, úgy néz ki, csak egy jön egyszerre belőle, úgyhogy igazából nincs jöttem el előni. Ha bírja a kocsi. A gyűrődést, érted, mert gyűrödtél. Akkor már magadtól is rosszul vagy, mi? Ah, már kettő van. Aj, bazd meg. Mondjuk a kamion, azt tudom, hogy mindig is ugye elég is trapabírót, ugye versenyekből tudom, tehát... Remélhetőleg ja, ez meg is... tudom, még meg itt van erősítve pluszba egy kicsit azért. Ja, remélhetőleg, igen. Ki fogja bírni remélhetőleg? Talán hárman vannak, úgy látom. De eléggé messze vannak tőlem. Habár, ez csak hosszú a kamion. Ajj, fasz! Nem! Nem jó az így. Na, várjál. Csába ezek a rohadt exitekkel. Épp, hogy be tudtál még ide jönni. Hú, jó van, itt is vagyok. Elvileg. Jó. Fú. Nem, ez annyira nem volt vészes. Hát csak nem, még nincs vége. Nem, vége van. Hosszabb útvonalnak tűnt ez amúgy, mint amennyire sikerült végül. 500 csak, mi ez? Ez még csak a legelső küldetése a West Side Rollers-ben, mert az tényleg csak most kezdtem el, tehát az első alkalom, hogy West Side Rollers küldetést csinálok, tehát még ez úgy könnyű volt, és akkor még jönjünk majd egyre nehezebb küldetések felé. Ó, mik lesznek majd azok? Ne, nekem ez kell. Nem is látok most a térképen kijelölve egyet se, tehát akkor lehet, hogy nincs egy teka küldetés, semmi fasz. Hát végigjátszottad a játékot. Hát akkor ennyi lett volna ez a végigjátszás, remélem tetszett nektek. Ez volt a befejezés. Na, szerintem lehet, hogy várni kell, vagy ilyesmi. Na, igen, itt van. Come to the nightclub. Samson's done working on those cars, and we gotta talk about what we're gonna do with them. Furcsa volt, hogy nem jött berögtön ez a küldetés. Azt mondta, hogy rendszámtáblák csak számokból állnak. Nincs emberük betű. De hogy figyelsz ilyenekre? 9-18-3-16. Merre? Miért akarnak én ott bekanyarodni? Nézzük akkor, tehát az indokokat, tehát megint, a játékos szeretné nekem mondani, hogy én kanyarodjak arra be. Na már most, ha ezen itt végigmegyek, aztán bekanyarodjuk balra, akkor ugyanott kötök ki. Tehát, de az nem a Crestnek megfelelő szabály. Az, hogy felmenjek ide, nem. Tehát itt azt akarja, hogy menjek fel az autópályára, és azt használjam, tehát hogy fizetős útvonalon menjek, ugye ezt akarja nekem a GPS mondani, hát én azt mondom, hogy a GPS bekaphatja, én megyek erre. Jó, persze tudom, hogy városon belüli autópályaszakaszok nem fizetősek, de akkor is mindegy. Ki? Mekkora hangja volt? Most a szél, hogy pörög a levegőben. Na, itt is vagyunk.
de bezúdok. Nagyon jól bejöttél ide. Turning on the heat. Bekapcsoljuk a fűtést. Nem, hát így is meleg van. Aj, de szar lesz akkor ez. Jó. Try not to look so conspicuous. You did good. But I'm not through with you yet. Those cars you stole have been rigged to blow once the engine reaches a high enough temperature. I need you to make sure those cars get nice and hot. Now there's a race going down in Chinatown tonight, and I think you should give them some tough competition. I know these guys. If you're in the lead for the final stretch, they're gonna hit the NOS to blow past you. When they do, boom. As soon as those cars are wrecked, get the hell out of there. You're no good to us dead. Thanks for the dance. Now hurry up. Köszönöm ezt a 15 másodperces táncot. Ez nagyon jó, hogy lehet itt szállni, meg itt szállni. Kezd meleg lenni, ez nagyon zavar most így. Itt most 26,4 fok van a szobában. Viszonylag kellemes. You roll with people long enough. Yeah, 26,5 fok van.